Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító költségvetésben. Így péntek éjféltől leállt az amerikai kormányhivatalok egy részének működése. A dolgozókat átmeneti időre fizetés nélküli szabadságra küldhetik. A létfontosságú intézmények, például a rendfenntartó erők vagy a nemzetbiztonsági szervek alkalmazottainak azonban fel kell venniük a munkát, attól függetlenül, hogy lehet, hogy nem kapnak fizetést ezért. A honatyák közti nézeteltérés fő forrása az amerikai-mexikói határa építendő fal. Donald Trump 5 milliárd dollárt kért erre a kongresszustól, és leszögezte, csak akkor írja alá a kormányzati büdzsét, ha az tartalmazza a határzár költségeit is. A demokraták azt ígérik, hogy Trump elnök sohasem fogja megkapni hőn áhított falát, és ha kell, a leállás az ünnepek végéig is eltart majd.